Írásvédett címmel látható Darázs József, Kótai Gábor és Sejben Lajos közös kiállítása a Kas Galériában. Mindhárom alkotó jól ismert a hazai művészeti életben. Ugyanakkor Darázs József alkotásait az Egyesült Államokban, Japánban és Franciaországban is bemutatták már, míg Sejben Lajos művei többek között Dániában és Finnországban szerepeltek kiállításokon. Kótai Gábor, Munkácsi díjas tervező grafikus nevéhez pedig számos betűcsalád megalkotása fűződik. Az Alkonyat könyvek számára készített logóhoz is az ő betűit használták. Kiállításnak a kurátora a dr. Lányi Róbert volt, az ötletadó az a Lajos, ő találta ki ezt a koncepciót, Sejben Lajos. Kótai Gábor ő tervezte meg a meghívót, a csodálatos meghívót. Én megadtam a kiállítás címét, ezt az írásvédettet, ami talán egy picit utal arra, hogy vannak olyan értékeink, amit védeni kell, és meg kell őrizni az utókor számára. És ez az írás, meg a könyv, ami a internetes világban azért egy picit talán, mintha devalválódott volna, vagy devalválódni látszik legalábbis. Három alkotó, háromféle attitűd, de mind a hároman valamilyen módon ezeknél az alkotásoknál a betűhöz közelítettek, illetve a betűből vagy betűkből indultak ki, vagy megjelenik a képeken a szövegszerűség, a textus, nem föltétlen olyan értelemben, mint amit mondjuk a barokk vagy a reneszánsz narratív festményei jelentenek, hiszen három kortárs művészről van szó, ráadásul azt gondolom, hogy a szempontrendszerek is változnak, váltakoznak, hiszen van köztük, aki ténylegesen tipográfus, betűtervező, tehát tervező grafikusként a hétköznapjai, a mindennapjai erről szólnak, a másik két alkotó pedig a festészet plasztika területéről jön, de nagyon érdekes az, hogy például Sejben Lajos esetében, akit inkább festőként itt ismerünk ezen a kiállításon, plasztikáit, tárgyobjektjeit látjuk, a Darázs Józsefnek pedig a tudjuk nagyon régóta fest róvásírás, tehát a róvásírás, ez a gyönyörű, szép betűtípus, ez a kód, ez a számunkra vagy sokunk számára megfejthetetlen, hiszen aki nem ismeri ennek a grammatikáját, csak a betűnek vagy a jeleknek a szépsége jelenik meg, tehát van benne egy erőteljes archaizmus, nála ez jelenik meg, Kótai Gábornál pedig hát természetesen a plakátok, a tervek, tehát itt gyakorlatilag úgy alakítottuk, hogy az ő esetében elindultunk a tervező grafikai munkásságból, és aztán átléptünk az autonóm grafikai munkásságba, és így kötődik össze ez a kiállítás. Három dologról beszélünk a én esetemben, mert hogy van a betűtervezés, ami az objektje, alapanyaga, például a tipográfiának, a tipográfia az egy másik dolog, és a harmadik pedig mindenki csinál betűket, éppen Jóskának a dolgai pedig inkább ez a lettering, tehát a betű rajzolás műfaja. Ez a három nálam is keveredik, már csak azért is, mert nagyon sokszor úgy kezdik a betűk, meg úgy élnek tovább a betűk, mint ilyen ákombákom, tehát ilyen absztrakt formák. És ha akarom, akkor betű, ha akarom nem, itt például ezen a lapon látszik, hogy ezek a hang impulzusok, vagy hát ez a hanggörbének a leképezése ilyen nagyon kubista módon, ez a szem az van oda fölmondva, ahogy a minden ember sziget talán volt egy ilyen apropója az egyik makói művésztelepnek. Látható, hogy ez a kódrendszer, ez milyen rugalmas, tehát hogy milyen sokféle anyagon, milyen sokféle technikával, milyen sokféle műfajban lehet megszólaltatni, és valóban az egésznek van egy titokzatosság. Egyébként a kiállítás erre épült, bizonyos értelemben az írásvédett cím is utal a számítástechnikai ismeretünkre is, de ebben van egy játékosság, egy fricska, bizonyos metafora, tulajdonképpen itt a tárgyobjekteknél is ezek rejtőzködő betűk, hiszen itt csak sejtjük, hogy ezek a nyomtatványok, vagy különböző könyvrészletek, ezek valamilyen kódokat jelentenek, valami fajta szövegszerűséget, de hol itt egy-egy kapszulába, vagy valamilyen dobozba vannak zárva, a Darázs József esetében pedig a róvás jeleket nem tudjuk fölfejteni. Ott vannak szövegszerűen, és a festő el is mondja, hogy ezeknek bizony van általában valamilyen olvasható jelentése, de nekünk ennek a kódja, a szépsége jelenik meg. Gábor esetében pedig az van, hogy maga a betű, mint kiindulási pont, hogyan alakul át az alkalmazott tervezőgrafikai munkáknál a terem végén az autonóm
alkotását. Tehát amikor a betű jelként, szimbólumként, kompozíciós elemként már festői értékeket képvisel. És bizonyos értelemben az egész kiállítás egy ilyen zárt, hermetikus dolog, amit itt kitaláltunk, hiszen maga a Kass Galériának ez az egyöntetű tere is azt mutatja, hogy van egy körforgása, bárhol kezdhetjük. Tehát teljesen mindegy, hogy az óramutató járásával megegyező vagy fordított irányba megyünk, mindig ugyanoda jutunk vissza, a három alkotó három különböző attitűddel, val különböző gondolatokról, az egésznek van egyfajta archaizmusa is, érezhető, hogy ahogy beszéltünk az elején, tehát hogy a Gutenberg galaxis hogyan jelenik meg. Nagyon sokak számára már a Gutenberg galaxis nagyjából kezd a történelem homályába veszni, hiszen átálltunk az internetre, az információinkat máshonnan szerezzük meg, de hát látható, hogy itt bizonyos értelemben ez a régi Gutenberg galaxis hogyan válik akár emlékművé. Hiszen a Lajos Sejben Lajos esetében ezek a kis plasztikák, ha fölnagyítanánk, akkor monumentális plasztikaként is működnek. Tehát önmagában ennek a több évezredes hagyománynak egyfajta emlékművévé válnak. A másik esetben pedig a hétköznapi életben hogyan találkozunk egy plakáton, egy reklámon, a betűkkel, hogy milyen fontos az, hogy milyen jelképisége van, hogy milyen szimbolikus ereje van, és hát bizonyos értelemben gondoljunk bele, meghatározza a hétköznapjaink vizualitását. Meg sem merem satszolni, hogy hány százezer betűtípus létezik, és most nem föltétlen az általunk jó ismert betűkre, hanem mindenféle reszelővel, savval, nem tudom én, vagy legalábbis ezt imitálandó hackert betűkről beszélek, valószínűleg megszámlálhatatlan. És az az érdekes, hogy ilyenkor mindig eszembe jut, amit a Stanley Morrison mondott, amikor 32-ben, vagy nem tudom, mikor kijöttek a Times New Roman-nel, hogy a Times-nak megváltoztatták az arculatát, és újra szedték ezzel a betűvel az egészet, és kitalálták, hogy ez hogy nézen ki, hogy kérdezték, hogy ez miért ilyen, és hogy jónak gondolja, nem jónak gondolja, nem tudom már, hogy volt pontosan a dolog, de azt mondta, ez azért jó az a betű, mert olyan, mint a senki nem tervezte volna. Tehát magától értetődik egy csomó dolog. Nyilván a betűtervezés is egyfajta művészet, vagy nem tudom, tehát az ember egy ilyen önmegvalósítás közepette találja magát, tehát hogy nyilván szeretne olyat, amit még nem látott, vagy hát nem, biztos, hogy nem látta, nem tud róla, ez kisebb bűn mondjuk, mint rosszul tudni, hogy ez nem létezik, mégiscsak az van, hogyha az ember egy olyan betűt akar csinálni, amivel olvastatni akarja az embereket, akkor nyilván van egy csomó szabály, meg standard, amit nem lehet fölrúgni. És hát nyilván annak meg kell felelni. De egyébként nekem egészen elképesztő betűim vannak, nem is tudom, mi van itt kint tőlem, de szerintem abból is van egy-kettő, ami az, inkább az extrém kategória, mint hogy az olvasható kategória. Az írás védett című tárlat fontos szervező elve, tehát a betű, az írásbeliség, a könyv. Egy olyan médium, amely évszázadok óta alapjaiban határozza meg az emberi kultúrát, és amely az utóbbi évtizedekben jelentős kihívásokkal néz szembe. A Gutenberg galaxis, hogy 501 néhány éve van könyv, és többször McDonnell látszott, a McLuhan bevezette ezt a McLuhan galaxis, mert róla nevezték el a köztudatba, hogy majd az internet és az összes médium, ami létezik a világon, majd átveszi a könyvtől a vezető szerepet, de nem. Tehát fura módon Lajos szintén úgy menti át most ezekben az objektjeiben például a múltat a jövőbe, hogy megőrzi könyv valójukban, de nyilvánvalóan ennek van egy esztétikai és egy csomó mögöttes tartalmi vonzata is. Nem tudom, én nekem ez teljesen normális, hogy ezzel foglalkozom. Én nem gondolkoztam ezen, bevallom őszintén, hogy ez mekkora értékmentés, vagy az egyáltalán. Van egy ilyen kényszer, hogy én ezt csinálom. A kiállításra akár egyfajta értékmegőrzésként is tekinthetünk. A kiállító művészek a múltat mentik át a jelenbe, megmutatva, miként épülhet bele a hagyomány, a tradicionális érték a modernitásba. Gyakorlatilag kortárs művészekről beszélünk, abszolút kortárs, modern eszközökkel 20. századi vagy 21. századi eszközöket használnak, az anyaghasználatuk is ilyen, a jelképrendszerük is ilyen, ennek ellenére maguk a szimbólumok nagyon ősiek, de látható, hogy itt nincs kibékíthetetlen ellentét, tulajdonképpen minden mindennel összefügg, tehát egyfajta hérakleitoszi elv szerint valóban itt a lényeg szintjén minden egy. Ránk nézve azért hizelgő, hogyha ez az. Persze mindenki a maga módján
teszi ezt és gondolja át, mint ahogy én is az értékmegőrzésnél azt gondolom, hogy a régi dolgok, a régi tárgyak azok úgy működhetnek még, mint új műalkotás, hogy annak eredeti funkciójától, hogy az ember megfosztja, megvizsgálja az anyagát, a szerkezetét, nem tudom, és utána beemeli egy korunk modern művészeti világába. Persze, hát ez van, ugye ez a ready-made-től kezdve, szóval sok ilyen műfaj van, de igazából itt, amiről szó van, ezek a művészkönyvek, ami nekem a gerincét adja elsősorban. Ugyan van két táblaképszerű dolog, ami mondjuk inkább assemblage, ami papír lapokból van összeépítve, és ott az a fajta struktúrált felület nagyon gondolkodtatja az embert az irányba, hogy mintha hirtelen ránézne, akkor mintha egy könyves szekrényt látnék, vagy egy lakásba egy könyvpolcot, ami a menyezettől a földig, mint hogy régen nálunk is volt, be volt rakva, és azt mindig gyűjtöttük a könyvet, és jó volt levenni egy lexikont, egy szótárt, meg mindent, amire ma már nincs szükség. Éppen ez a dolog az, ami izgatott ennek vonatkozásában. Tehát az érték megőrzés visszatérve, igen, hát régen a könyv az érték volt, egy jó lexikon, az nagyon nagy érték volt, most másként megpróbáltuk átmenteni ez a mentés másként címmel. A könyveknek komoly konkurenciát jelentenek az e-könyvek és egyéb digitális tartalmak. Ugyanakkor a képzőművészeti alkotásokra nézve is vannak veszélyei a virtuális világnak, illetve a világ virtualizálódásának. Tudni kell ezt a virtuális világot úgy felhasználni, mint ahogy a Kótai Gábor teszi azt a betűvel, könyvre utaló magatartással, ugyanakkor azokkal a digitalizált és új formájú betű típusaival, ami egy magasfokú esztétikát hordoz, meg egyediséget. Igen, ha így tudják kezelni, akkor lehet, ha nem, akkor valóban veszélyeket hordozhat magába, én azt gondolom. De megvannak erre, tehát a művészetben mindenféleképpen azt gondolom, hogy ezek a kis példány számba működő dolgok a Magyar Művészkönyvalkotók Társaságánál ez még működik. Tehát leül, és akkor mint egy kódexszerűen csinál egy ilyen leporelló jellegű összehajtható. Vagy csak egy önálló lapokat elkezd összefűzni, miután ez egy sorozat, egy témára, egy gondolatiságra, minden, és akkor ezt megrajzolja, és utána ezt akár egy linóra, vagy mármire, és akkor ezt kis példányba, pici átalakításokkal kinyomtatja. Mondhatni, mindegyik más lesz, mert nem is ügyel arra, hogy teljesen egyforma legyen, de lesz egy minimalizált példányszáma. Egyébként a művészkönyvalkotóknak az eredeti társaságnak az alap összetétele, a grafikusoknak egy része, a mai napig is csinál ilyen kis sorozatú dolgokat, ám bár én ezzel pont szegesen nem szembeállok, tehát én egyedi és megismételhetetlen, tehát még egyet nem tudnék csinálni, mert egyrészt ahogy ez meg van kreálva, meg csinálva, ezek önálló szobrok, plasztikák. Tehát én ebből az oldalból közelítem, csak a ráutaló ráhangolás, illetve az a fajta üzenetértéke teszi művészkönyvé, hogy könyvformátumban van neki, mint itt van ez a alkímia könyv, vagy egy kódexre utaló formátuma van, hogy kinyitható, vagy egy betűre hajaz a dolog, mit tudom én, annál egy O betű, vagy C betű, és közben meg tele van tömve az az üveg betűdarabokkal, tehát másként reflektálunk dolgokra, de azt gondolom, hogy van létjogosultsága. Olvastam egy ilyet, nem tudom már ki mondta, Arany János után én mondtam, tehát szabadon szoktam idézni ilyeneket, hogy egy nagyon intim műfaj az olvasás. Ez egyik. A másik pedig, hogy szokták mondani tipográfusok az íróknak, hogy te nem könyvet írsz, apám, hanem te szöveget írsz, könyvet majd én csinálok belőle. Tehát egy rengeteg olyan hozzáadott érték van a könyvben talán. Ezt én merem így gondolni, tehát annak ellenére, hogy már többször akart bedülni a Gutenberg galaxis, hogy nyilvánvalóan egy csomó olyan emóció alakul ki az emberben, aki a kezében tart egy könyvet. Nem is csak a tartalom miatt, hanem tényleg ennek a formátuma. Tehát a maga a médium olyan, tehát hogy tényleg anyagból van, az
lehet tudni, hogy hányan dolgoztak, vagy nagyjából ki lehet következtetni, hányan dolgoztak vele, még ez elkerült a könyvesboltba. És hát nyilvánvalóan, most mondtatok egy példát, hogy a Harry Potter angol és a magyar kiadás között mi a különbség? Tehát az angolt egy nap alatt kiolvassa egy gyerek, a másikat meg leteszi 30 oldal után, mert nem tudja olvasni. És itt most azt pedzegetjük, hogy a jó könyv az milyen. Tehát, hogy a jó könyv... Nem akarom azt mondani, hogy az e-könyv az nem jó könyv, de meg eltűnik egyrészt az intimitás, a másrészt meg kicsit olyan átmenet, tehát se nem írott, se nem beszélt szöveg. Vagy ezt most lehet, hogy én nem vagyok szakértő ennek a dolognak, csak azt gondolom, hogy az egy nagyon-nagyon végleges, visszavonhatatlan megtörtént valami a könyv. Nem lehet benne kijelölni, persze lehet behajtogatni szamárfület, meg nem tudom, miket szoktak az emberek, meg lehet bele, nem tudom én, sorkiemelővel, vagy ceruzával belerajzolni, láttam már ilyeneket is, de nem úgy működik, mint az e-könyv. Az Írásvédett című tárlat keretében kiállító három művészt nem csak a kiállítás tematikája köti össze. Mindhárman egy műhelyből, a Fiatal Művészek stúdiójából indultak évtizedekkel ezelőtt. 30 éve nekünk, vagy nagyjából 30 éve volt egy közös kiállításunk. Tavaszi dobbantás címmel talán, vagy áprilisi dobbantás, nem tudom, talán hogy a hónap neve volt, amikor stúdiósok lettünk mind a hárman, és azóta egy ilyen, meg nem szakadt, de nagyon-nagyon ritkán fölmelegített barátság, ez a mi barátságunk, vagy hát ilyen szakmai barátság, és a legutóbbi Makkói művésztelepén együtt voltam a Sejben Lajossal, és akkor neki eszébe jutott az, hogy hát ő is csinál betűkkel kapcsolatos dolgokat, tehát ő könyvobjekteket csinál. A Jóskának meg vannak ezek a újabban rovásírással készült képei. Én meg hát betűtervező vagyok, miért ne állítsunk ki együtt, és mit szólok én hozzá, és mondtam, hogy ha ezt ő elintézi, akkor nagyon szívesen, mert én nem szervezek ilyet. 1991-ben már volt egy ilyen csoportos kiállításunk a Gabinak is, meg a Lajosnak, nekem, meg még néhányunknak a Jate klubba, tehát elég rég kezdtük, akkor még stúdiósok voltunk, és akkor már a rendszerváltás környékén egy picit más akusztikája volt egy ilyen úgynevezett avantgárd kiállításnak. Tehát az már egy kötődés a Lajossal, meg hát nagyon szoros együttműködésben, szinte egy időben lettünk stúdiósok, és rengeteg közös projektben részt vettünk, és hát barátság is szövődött nyilván, nem csak kollegális kapcsolat. Másképpen gondolkodunk, de hát nyilván itt azon a hangsúly, egymás értékeit felismerjük és vállaljuk. De hát nyilván a kortárs művészetben is ezer felé szakadt a úgynevezett irányzatoknak a rendszere, de attól még érdemes, vagy jó, hogy az ember az értékeket felismeri, és rá tud kapcsolódni, vagy rá tud hangolódni.